tavaszi sportpikniket szerveztek. Milyen apropóból jött létre ez a rendezvény? Alapítványunk a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiuma által meghirdetett pályázaton nyert 1,5 millió forintot, és igazából ebből a támogatásból egy tematikus programsorozatot rendezünk. Ennek az első alkalma a Földnapja alkalmából került megrendezésre, ez volt a második ilyen rendezvény. A rendezvények célja, hogy az élményszerzésen túl valamiféle hozzáadott értéket adjon a gyermekek számára, és így jött az ötlet, hogy a Földnapja után most egy sportos, családias napot szervezünk a gyermekeknek. Milyen programokat próbálhattak ki a gyerekek? Egy közös bemelegítéssel kezdtek 9:30-kor, aztán 10 órakor kezdődtek a sportprogramok. Egy foci kupát próbáltunk szervezni, ezen most 2 csapatot sikerült elindítani, ők játszottak egy kis pályás labdarúgó mérkőzést, páran a kosárlabdát próbálgatták, illetve egy kicsit elcsúsztattuk ehhez képest a sakkversenyünket, mert nagyon sok jelentkező, akit érdekelt a futball is, szerette volna magát kipróbálni a sakkban is, hogy ide érjenek, illetve volt egy tájékozódó futás, és aztán egy sorversennyel zárult a sportos délelőtt. Körülbelül mennyien érkeztek a rendezvényre? Hát hozzávetőleg olyan 80-an voltunk, ezt majd pontosan akkor fogom megtudni, amikor a különböző helyeken kizárólag statisztikai adatszolgáltatás céljából kihelyezett jelenléti híveket összesíteni fogom. Kik segítettek a program megszervezésében és lebonyolításában? Oroszlán részt vállalt Varga Dóra, a kuratóriumunknak az egyik tagja, illetve Sandáné Szabó Bernadett tanítónéni a Horváth István általános iskolából, Járási Adrien igazgatóhelyettes, illetve Kerekes Dániel tanárbácsi szintén a Horváth István általános iskolából. Kerekes Dániel vezette a futballt, Járási Adrien a kosárlabdánál segédkezett, a tájékozódó futást Sandáné Szabó Bernadett szervezte, Varga Dóra az összes előkészületben részt vett, illetve a sorversenyek megszervezésében, a sakkot pedig a PTMTE sakkszakosztályának jó voltából tudtuk megszervezni. Szabó Zoltán a sakkszakosztály vezetője és Bognár Máté segítették a sakkverseny lebonyolítását. Külön szeretném megköszönni a Péti Nyugdíjas Klub segítségét. Ők segítettek a gyerekeket vízzel és egy kis müzlivel kínálni, hogy energiát nyerjenek a sportolások közben, illetve itt a virsli és üdítő kiosztásában segítkeztek. Valamint segített még Németh Viktor, az alapítványunknak az egyik alapítótagja, Nagy Sándor, szintén alapítótagunk, Serfőző László, szintén az alapítványtól, valamint Varga Ármin, Serfőző Ádám segítőként, Sanda Réka és barátnője Gabi. Mivel készültek a gyerekeknek, akik részt vettek a programon? A sportversenyek alatt ásványvizet biztosítottunk számukra, illetve műzliszeleteket a feltöltődés véget. Amikor véget értek a versenyek, akkor csokoládéval, üdítőitallal, virslivel vártuk őket, illetve az eredményhirdetés során megkapták az érmeket, és mindenki valamiféle saját maga által választott apró játékkal térhetett haza. Mit gondol, hogy érezték magukat mai nap a pétfürdőiek? Én úgy láttam, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, mindenki megtalálta a számára megfelelő szórakozást. Sokan voltak a játszótéren is, akik csak lehozták a kisgyermekeket játszani egy kicsit, a ugrálóvárba ugrálni, vagy a népi játszóházba játszani az egészen apró gyermekeket. Én úgy láttam, hogy talán mindenki nagyon jól érezte magát. A jövőben terveznek-e még ilyen vagy ehhez hasonló rendezvényeket szervezni? Mindenféleképpen szeretnénk ennek egy hagyományt teremteni, amennyiben a megfelelő források rendelkezésre fognak állni, mindenképpen fogunk még ilyen programokat szervezni, illetve ebbe a tematikus programsorozat kereteiben még 3 program kerül megrendezésre a későbbiek folyamán. Miért tartja fontosnak az ilyen jellegű programokat?
Azt gondolom, hogy fontos a közösségépítő szerepe, illetve, hogy a gyermekek tényleg itt helyben is olyan élményekhez és olyan többletinformációkhoz tudjanak jutni, amihez esetleg máshol nem jutnának, vagy hogy játékos kereteken belül találják meg ezeket a dolgokat. Thank you.